Lógva és kitámasztva is várják már a húsvétot ezek a sonkák. Itt fegyver nekem, nem gyorspáccal készítik a húsvéti ünnepkör egyik hagyományos ételét. 4 hétig sóban érlelik, majd 1 hétig páclében. Ezt követően bükk vagy megyfán füstölik. Hát most hamarabb lesz húsvét, igazán március végén. Már keresik a sonkákat. Az idén egy olyan 15-20%-kal feljebb mentek az árak. Mink őstermelők vagyunk, kistermelői, házi sonkát árulunk. A kistermelők tapasztalatai szerint húsvétra a legtöbb ember vesz sonkát. Ha emelkedtek az árak, akkor is legfeljebb kicsivel kevesebbet. De ugyancsak tapasztalat, hogy a minőségi termékekért, a házias egyedi ízekért hajlandóak többet is fizetni a vevők. Hát azt, hogy drágább lett, azt én nem tudom. Amire szükségem van, azt veszem meg. Fegyverneken kétféle sonka küzd meg a vásárlók kegyeiért. A mangalica sonka szép, márványozott, míg a sertés sonka a vékonyabb zsírrétegével hívja fel magára a figyelmet. A húsvéti sonka szezonnak a kereskedők elmondása szerint nincs utolsó napja. A vásárlók napokkal az ünnepek előtt már megveszik a megfelelő mennyiséget.